Mindig éjszaka kezdődik. Éjjelente töltöm meg sötétséggel a terveimet. Ha valamiből túlságosan is sok jutott nekem, az a sötétség. Termékeny táptalaja mindannak, amit termeszteni szeretnék. Ha dönthettem volna, mindig is az éjszakát választottam volna a nap helyett és a pincét a kert helyett. Nyomorék ötletförmedvényeim csak naplemente után merészkednek ki fedezékükből, hogy fagyos levegőt szippantsanak. Arra várnak, hogy valamiféle sajátos, grotesk szépséget adjanak torz testüknek. Sziasztok! Hogy tehát a nyaratok, reméljük jól, és reméljük sok könyvet olvastatok, mint mi, és most elhoztuk nektek a nyarunk kedvenc, egyik kedvenc könyvét, az Erebuszt. Ursula Poznanski a könyv írója, ő egy osztrák írónő, és szerintem én kezdtem megkedvelni a stílusát. Ugye minden írónak és írónőnek van egy stílusa, amiben szeret írni. Úgy láttam, hogy Ursula Poznanski erre a kicsit izgalmasabb és rejtélyes hangulatra akart fókuszálni, és ez nekem nagyon tetszett. Voltak olyan részek a könyvben, ahol nagyon látszott a írónak az az oldala, amit úgy igazán kiírt magából. Tehát, hogy az a része, amikor úgy igazán izgalmas, igazán, tehát, hogy teljesen önmagát fejezte. Igen, igen, egy könyvnél fontos, hogy ugye nem csak leírjunk egy történetet, hanem tényleg tegyük bele a lelkünket, és nagyon sok író azért is ír könyvet, mert ez egy nagyon jó stresszoldó kikapcsolódás. Erebosz, ha mondjuk egy ilyen könyvet vagy könyvcímet látsz meg mondjuk egy könyvesboltban, akkor biztos megfog téged, hogy vajon mit jelenthet ez, és akkor már bele is olvasol. Na most az Erebosz az a káosz gyermeke, a sötétséget jelenti, ugye a görög mitológiában jelenik meg. Ez egy kicsit vastagabb könyv, röviden arról szól, hogy Nick normális gyerek, mint minden más iskolában jár, és az iskolában elindul valami fura, hát játék, elterjed, és valami titkos van benne, mindenki fél tőle, ugyanakkor mindenki játszik vele. Olyan titok, ami igazából kihat mindenre, és mindenkit megérint, hogy mi ez, mi lehet ez. És ez a játék valamennyire kihat a valóságra is. És végül rájönnek az összefüggésekre, és megoldanak mindent, de nagyon érdekes az észjárása szerintem ennek a könyvnek, és vannak benne nagyon izgalmas részek. A helyszín az egy iskola volt a legelején, amikor itt körbe ment ez a játék egy fekete dobozban. De igen, a szereplők azok nagyon viccesek voltak pár résznél, igen, és, de voltak olyan szereplők, akik tényleg nagyon komolyak voltak. Neked melyik volt a kedvenc részed? Hát, nagyon sok kedvenc részem volt. Az elején ott nagyon izgatott voltam, meg az is tetszett, hogy volt egy ilyen ívet, ez egy ilyen íves lezárása volt. Nem az, hogy most oké, meghalt mindenki és vége. Igen, igen, hogy szép kerek volt a történet, az nekem is tetszett. Ugye vannak olyan könyvek, amik kicsit így magukban tartanak pár rejtét, de ebben minden kiderült. És neked mi volt az a rész, amikor úgy teljesen felizgatottál, hogy úristen, mi lehet ez? Hát igen, hát az elején nagyon kíváncsi voltam, ugye az első rész végén, hogy végül is itt mi folyik. Ugye talán az első fejezetben, első részben így megismerkedtünk ugye a környezettel, az iskolával, ugye főleg iskolában meg otthon játszódik, meg természetesen ebben a furcsa játékban. És aztán kezdett szépen lassan kibontakozni a történet. Igazából ezt nagyobbaknak ajánljuk, inkább 10-9, még a 9-nél is lehet, akinek izgalmas, de inkább fölötte ajánljuk ezt a könyvet.
ez nem egy olyan történet, amit csak így elmesélnek, hanem tényleg vannak benne olyan kifejezések és olyan részek, amikor nem biztos, hogy élvezetes annyira. Szóval szerintem is ez egy kicsit komolyabb, izgalmasabb, rejtélyesebb könyv. Szóval bárki olvashatja, igen, akinek igen. Ez megtetszett. Viszont most Bodzát elviszük sétálni, ugye? Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha szeretnétek még ilyen tartalmakat látni. Sziasztok! Sziasztok.